Szombaton Mezőberényben 10-4-es vereséget szenvedtek. Vasárnap hazai környezetben fogadták a debreceni csapatot, a szerencsés csapat 9-5-ös arányban múlták felül az ellenfelüket. Reményeik szerint az NB1-ben tudnak maradni. Az NB2-es együttes szombaton 12-6 arányban diadalmaskodott. Vasárnap pedig ők is hazai környezetben fogadták a debreceni csapatot, akik ellen szintén sikerült 11-7 arányban nyerni. Vasárnap a harmadik tehetségek kupa került megrendezésre a Hunyadi sportcsarnokban. 3 versenyszámot hirdettek meg, a 12 év alattiaknak, a 12 év felettieknek, illetve az összevont kategóriát. A szerencsi fiatalok mellett a DVTK asztali tenisz szakosztály ifjú játékosai képviseltették magukat a versenyen. Az összevont kategóriát Ács Noel nyert a szerencsről. A második Rédai Bálint lett, a DVTK játékosa. A harmadik helyezést pedig a szerencsi Jenei Marcell és Szemán Ábel szerezte meg. A 12 év feletti versenyt Ács Noel nyert a szerencsről. A második Kerekes Zalán lett, szintén szerencsről, míg a bronzérem Vascsák Vincének, a DVTK játékosának jutott. A 12 év alattiak versenyén az aranyérmet a szerencsi Szemán Ábel nyerte meg, második lett Jenei Marcell szerencsről, a harmadik helyezést pedig Csűri Dániel, a DVTK versenyzője szerezte meg.